Van, pillanat, beléptem másik gépen. Tehát ma Among Us, nem Among Us-ozni, hanem laptop tycoon-ozni fogunk. A gépre még nem jelent meg a játék, viszont találkoztam valami hamisítványszerűvel Google Play-re, és muszáj volt a képek alapján kipróbálni. Tehát ma ezzel fogunk játszani, a 4-es verzióval. Facetszambos nem lesz, mert nem állítottam, nem jók a fényviszonyok. Na, akkor kezdjük. Nyelv. Nincs magyar, English, jó lesz. Hogy editor, ezt nézzük már meg. Open editor. Ja, hogy itt a cégneveket tudom beállítani. Jó. Na, nev game. Hoppa. Start game. Igen, szeretnék új játékot kezdeni. Company név, Shawl King. Sub. Bocsánat. Shawl King. Jó, létrehozzuk. Mielőtt kérdezitek, gépre ne keressétek, csak telefonra van meg a játék. Én most egy csalás, időzőjeles csalás által emulátoron vagyok. Itt vannak a munkatár, vegyünk fel valakit. Tutoriál, ugye? Ezt nézem, hogy van mire az állványomból, kiesett az a papírszak. Megtartsod. Nem, mármint, hogy így, nem akarom, hogy tönkretegye a terítőt, így a állványra alárakok mindig egy zsepit. És az van, miért nincs rajta. Leszettem az állványt. Pillanat. Türelmet kérek, ja, és itt van velem Balázs is. Hello. Köszönj. Hello, Ravetitons. Nem lesz facecom. Nem lesz. Én felraktam a kamerát, vagy nem kamerát, hanem állványt. Kamera nem lesz, mondom, szarok a fényviszonyok. Na, új laptop. Kíváncsi leszek, hogy csinálták meg ezt. What? Hello, Locsi, akkor egy mi? Így 50%, jó lesz. Hol van a laptopnak a beállítása? Ha-ho? Miért nem kérdezte, hogy csináljam meg a laptopot, mit hogy akarok? Ha-ho? Bocsánat. Mi van? Húzdaj, tévép. Jó, köszönöm a tutoriált, elég lesz. Nem lehet valahogy skippelni. Na végre, good luck. Na, vajon elengedett a tutoriál? Hello, Locsi, kakocsi, bocs, nem köszöntelek. Jó néven, vagy bármint, hogy rossz nevet mondtam. Csak már este van, nem nagyon tudok beszélni, XD. Na be. Tudom, loadingolj gyors a mikrofont. Na. Akkor vegyünk fel embereket. Ja. Vegyük fel őt. Jól csobb. Na, ő is jöhet. Ja. Miért ennyi idő az animáció vagy betöltési idő? Na, ez mi? De már nem emlékszek a tutoriára. Tudok processzort csinálni. Várj, te búk?
Mindegy. Csináljunk egy új laptopot, legyen a neve. Shil Sheol. Az MX annyit jelent, hogy max. Jó, rövidítés lesz. Hogy maxos lesz. És M a végén, hogy mások szoftvereit használjuk. Ez, hogy nincs kép. What? What the fuck? Nekem a jó kép megy le. Á, most jó. Na, create laptop. Na, végre jó van, itt van. Jön a nap. Rébbom ezt, jó. Jó, de mi ez az undorító szar? Á, ezt meg tudjuk konfigolni. Legyen nagyobb a billentyű. Kamera legyen ott, vagy nincs közép. Jó lesz ott. Jöttem, és melyiket a... Ez mi? Jó. Ez is jöhet rá. Jó, biztos. Anyás. Anyás, bocsánat. Jó, színárnyalat. Legyen full fek. Ez azért a menő. Ez jó. Na, következő. Hát, logó az mindenképp. Még nincs behúzva senki, mindegy. Az lett volna, ma csak... Na, nem volt hozzá kedvem már. Azért a logó az legyen nagy, tudjátok, hogy van ez. Mindenki lássa, hogy kinek a laptopja ez mi. Ez kisebb itt, tehát ezt maxra húzzuk. Következő. Ilyen kis gomb, ez mindenféleképpen. Itt alul legyen, ez így jó. Hoppa, még nem lépünk ki, mert még van beállítás. Hármasom. Semmit nem tudunk állítani, négyes. Jó, legyen ez is. Ez ilyen halvány, tehát TN skin le, izé lesz rajta. Nem, nem a legszarabb, a HD pluszba lesz rajta, csak 10 dollárral drágább. 120 Hz, de csak 3 dollárral drágább végül is. Ez nyilván drága lesz. Intel-től mi a legmaxosabb? Hát ez. Asus-tól ez. Jó. Nem. Mennyi az Intel legmaxa? Az lesz szerintem. Nem AMD, nem is tőle. Hát nem gigabájtos, de elbe el lehet gondolkodni. Ez. Mennyi? Majdnem 200 dolcsi. Ja, Dell-es olcsóbb. Jó, ez lesz szerintem. DDR2-es 2 GB RAM. 2 GB RAM.
Mindegy, 128 gigatáj, igen. Elus lövöldözős játékot gépről játszunk. Az jó. Videokártya. Nagyon fel. Ja, mielőtt kérdezitek a kapacity a... Tehát, hogy megöljek valakit. Az áramfogy, igen, az az áramfogyasztás, a performance, meg a teljesítmény. A botok rohadtul meg van bénák. Ó, eddig a gigabyte nyert. Ez, ha egy bot, akkor rohadt béna a gyerek. Eddig a botok egy ember töltek meg, és az is én voltam. Jó, amúgy az irányítás az ilyen rohadt kínálni. Jó, gigabyte-os lesz. Ez. Hát nem tudunk rajta mit módosítani, sajnos, mindegy. FreeBS OS lesz rajta. Batteri az max, USB-ből legyen rajta azért 2. Jó, legyen rajta egy jó kis jet. Tényleg ott, mintha még valamit ott oldalt lehetett, ugye nem? Jó hangzása. Istenem! Jó, ő tőlük lesz. Jó, nem tudom más belerakni, és az utolsó konfig. A doboza. Azért arra is költünk. Jó, ilyen szürke lesz. Jó, ja, drágább lesz ebből is, és pipa. $932 a gyártási költség. Mi az, hogy egyet kihagytam? Szalépek most. Melyiket hagytam ki? Gyorsan, mondd el. No, fuck. Mindegy. Jó, és újra konfigolom. Hoppá, nagy betű. Nem kell ilyenkor újraállítani. Ja, de pár dolgot. Ja, itt a kamera. Ott lesz. Jó szín megmaradt. Kijelző maxos. Jó. Megmaradt. Ja! A hang nála. Ezt. Ha itt van egy. Ez ilyen. Abban mindkettőt, tehát innentől már a zár dönt. Jó, ez lesz szerintem benne. Ez olcsóbb. Á, és erre rá lehet rakni fejl. Jó. Ez lesz benne. Ez egy olcsó és jó hangzása. És minden jó. Programból sajnos nincs más.
Akusztin Ezek még csinál. mindig botok, ilyen. Ja, Annó ezt de baj maxra az, húztam. hogyha ezek az emberek valódi emberek is nem botok, akkor a játékosai nagyon szarok. Telefonnal vagy gépen vagy, mit vársz el? Igen, de ezeket rohadt könnyű így megölni. Nem. Na go. Istenem. Na mennyire áruljuk? Hallod, kirőgöm őket a francba mindjárt. Mármint küldök a Bocsánat, csetre teszek. Egy újra, árérték aránynak meg kell lennie. És jónak kell lennie. Ne! Először haltam meg. Hát, ez szerintem jó lesz, szerintetek? Valász, szerinted a legjobb laptopért, amit csak le lehet gyártani a játékba a jelenlegi technológiával 500 ezer forint? Tehát az fél milliót megér? Nem. Szerintem még 8 milliót is megérne. Akkor ennyi lesz. 1395 dollár. Konfirm. Telos playerek azok szarok. Nem mondom őket gamereknek, mivel a telos playerek azok nem gamerek. Nem, meg megnézzük. Legalábbis én mondom ezt. Ugyanoda spannoltam le, ahova az ellenség is. Jó, mindjárt kész lesz. Most gyár csak. Eddig nulla fanunk van, meg minden nulla, de első laptop. Gyerek rám jött késsel. Úgyhogy vagy 8 méterre volt tőlem. Tényleg ilyen hülye? Már 50%. Na, gyártunk egy saját operációs rendszert, tehát csak egy ilyen free szar van. Na, ki van benne? Barát, csináljunk új operációs rendszert? Nem, használt a Windows. Azt használja mindenki. Mondjuk próbál megcsinálni egyet. Jó, csinálok egy sajátot. Ne! Átlátok a másik fegyverre és meghalok. Úristen, hány nem áll. Jó, az a gépes irányítás szar. De még mindig jobb, mint a telós. Jó, gyártsunk 31.633-at. Úristen! Riet. Ez a gyerek olyan pontosan lőtt engem headshotba, mint a én botot használt volna. Így konkrétan így megyek oldalra, és így pillanat. Úgy itt a karakterem szemébe hallod. Hát 7-es, ja. Egész jobb. Hát lehet 50 dollár álló, olcsóbb kellett volna lenni, de most ez mindegy. Azt nézzétek mennyit, 40 ezeret gyártottunk le. Szint halkan megjegyezném. Hirdessünk, az mindig bejön. Jó, itt, ilyenre rosszra nyomok. Ez. $3 millió. 15 nap jó lesz. 2.250.000. Áj, visszagörvítsük azt az eladási listát. No! Hát elég lett volna szerintem 20 ezeret gyártani.
Na, utassunk. Szerintem rom. Arra egyértelműen kell egy. Ezek így nagyon fontosak egyébként. Create my CPU. Ez lesz a következő. Ne volt. Ja, itt is meg kell csinálni, be kell kutatni, hogy csinálhassunk saját, akkor nem. Színkártya nem kell, fél CD nem kell. Stereos se kell. És nem kell, office nem. Office nem kell. Jó, research. Igen, majd megnézzük csak később. Mert most játszok valamivel. Jó, már szerintem már megtérült kb. A befektetett pénz. Jó, nagy részét eladtuk. Csak 6000 maradt meg. Nézzünk rá közben a céljekre. 801 billió. OS Windows használ mindenki. FreeBSD-t is sokan használnak. Mi az F? A gyerek közelről megpróbált fel... engem megölni egy gránátvetővel. Ezt te érted? Mhm. Nem. Jó, nézzük meg mekkora profitban volt. $46-os profitba voltunk, meg $48-os profit. Úgy, mindenkinek van célzásra segítője a játékban? Hmm? Telefonra nem szabályos, szabályos. Ja, mert nekem is be van ez valahogy rakva. És nem tudom kikapcsolni, ami nem. Na csináljunk még egy laptopot, mert jó ment. Hallod, a gyerek a rohadt célzásra segítőben olyan pontosan ölt meg engem. Ó, és gondolom, nem tudunk, igen, ki kell kutatni, procit se tudunk, mert ki kell tudunk. Processzor tudunk. Na, akkor csináljunk egy processzort. Sjall. MI Max. Headshot, headshot, headshot. És ez lesz az egy. Egyes. Create processzor. Valóban, hogy ezt a játékot majd kipróbálod a mai live-ba. Nagyjából ilyen Minecraft copy. De ilyen fegyveres, üldözős hülyeség. Gondolom. Hoppá. Majd igen, gondolom. Ez tetszik. Ez. Istenem, a célzás rásegítős gyerek! Jó, így nyilván, hogy... Nézzétek meg, milyen jó. Balázs, most nézd rá a streamra, milyen jól fog kinézni a processzor. Hogy nézzek rá a streamra, azt megkérdezhetem? Nem tudom. Akkor nem nézek rá. Szerintem ez fehérben néz ki. Jól. Nagy headshotokat. Habár. Jó, szerintem a fehér néz ki a legjobban.
Fú, meglarohat, de fa úgy gyerek, Istenem. Tézásra esik, hogy eléggé könnyen ölnek gyerekeket itt ezek a gyerekek. A kis kilencek. Victory! Yes, boy! Jó, ébére jöv fel őt, meg még van mi technikás embert. Nincs. Ura, jöjjön ő. Akkor megteltünk. Majd meg fogom nézni, csak mondom, hogy most streamelek. Jöjjünk be egy tévéreklámot, nehogy az legyen, hogy... hogy el még több követőt vesztünk. Na, készüljük közben a proci. Csináljunk egy laptopot. Az legyen nyilván a következő. Megnézek egy Facebook reklámot, amiért kapok egy látványát. MX2E MJ. Mert saját proci lesz benne. Deb. Hogy nézzük meg először, hogy a saját procink az mennyire. Mennyire jó. Egy darab kip a gyémántért vártam egy egész évre. Istenem! Vagy egy ruhat gyémántért néztem meg egy ruhat videót. És megérte? Nem. A gigabyte lesz bennem. Két magos. Aha, ebben van konkrétan Annabelle is ebben a játékban. Vagy... Na. Valami baba. Legyen nagy. Még nagyobb. Jó. Na. Millentyű. Ja. Igazából mindent felhúz. Ja, nem a kamerát, nem, mert az ott lesz, jó. Jó, nagyra a társpadot. Jó. Mindegy, ez is. Jó, hogy eddig mind botokkal játszottam. Jó, most már nem. Az jó. Nem tépült a hangom. Na jó, akkor most kezdődik a pokol. Valami meg azt hittem, hogy egész végig a telók. A izé. Igazi playerekkel játszottam. Lugaz, mindenféleképp kell rá.
Jó, minél nagyobb legyen, hát fontos a logó, hogy lássák ki a termék. A gyereket felgyújtották, és nem is érdekli el egy helybe. Ez is kell rám. Hallasz? Uh-huh. A gyereket konkrétan hoppa, felgyújtották, és nem érdekel, de állt egy helybe, és lőtt. És amúgy az belehalt. A... Na ja, eléggé vicces. Jó. Ja, érintő kijelző. Na, ez is fontos. Legtöbben. Ilyen skin legyen. Gyere, headshot! Nem igaz, hogy megölt úr ez az idő! Legyen jobb a minősége. Mi ezeket már beállítottuk. Jó, maxos legyen a battery, legyen rajta két USB, legyen rajta ez is, meg ez is. Nem tudom, mit változtat, de biztos. Az jó. Lőjél, célzásra segítős gyerek, lőjél! What? Mi? Hogy jött meg a default mode? Ja, mondjuk telóra lesz könnyebb játszani. Kit érdekel? Ez 741. Jó, megvan a gyertesünk. Jó. Megöltöm a Pettyét a gyereknek. Szürke lesz, és legyen jobb a... Headshot! Hogy hamarabb töltődjön. Úgy! Na, kész. Jó. Égj! Puhadék gyerek, égj! Ez viszont ennyi ne. Lesz. Ne, már nem halt meg a gyerek! 1196. Tökéletes. Jó. A gyereket megöltem, és nem is érdekelt, hogy megöltem. Jön ki a TV hirdetés, hogy most jön ki az új. Meg SMS. SMM hirdetés, és hogy jön a új hirdetés. Jaj, ne! Kaptam 100 koronát! Gondolom érted, hogy ez miért nem jó. Mhm. Uh-huh. Meghaltál? Ja, nem. Hallod, ez a játék ilyen 200 IQ-s. Nem mondja neked azt, hogy vedd meg a Battle Pass-t, de játékbeli cuccért megveheted. Mhm. Uh-huh. Na mindjárt jövök, pillanat. Jó. Itt vagyok, elmentem inniért. Szerinted mi kerülsebb, egy kés vagy egy lapát? Lapát. Nem, egy kés. Megmondja, mennyivel erősebb? Na. 3 darab sebzéssel. Konkrétan 3. Fú. Vettünk 45 000 laptopot. Le.
legyen prezentáció, persze. Create laptop. 5 millió dollár. Jó, hát jó. 50 dollárja meg tudod azt venni, hogy így saját skinned legyen. Csak 60 Hz van benne. Elfejtettem, bocsi. Na, ez jó volt. Ne. Fuck, rakhattunk volna bele jobb. Ezért screen-t. Mindegy, kutassunk. Egy dollárja lehet venni egy maszkot, és az megmondja, mit csinál. Na? Elvileg rohadt gyorsan regenerálja az életedet. Hát ha egy dollár, akkor figyelj, én simán megveszem. Jó, legyen több pár izém. Hallod, megtaláltam a legjobb cipőt ebbe a játékba. Nem. Ez a cipő, te tudsz vele dupla, double jumpolni. És van egy olyan cipő, ami ugyanezt csinálja, és gyorsabban mész vele, hogyha fogol egy kést, vagy a mellét. Tudod, amit a kezedbe kell fogni, ez a kés, meg ilyen fajta. Plusz lehet venni jetpacket is a játékba. Plusz lehet venni turretet 40 gold, 45 gyémántért. Aha. És lehet venni dobot, ami azt csinálja, hogy a körülötted levő csapatásra ki többet sebeznek. Jó. Hú. Jó, na, legyen jobban részünk. Izé. Jó, ezek is kellenek. Még egy jó, jobb memória. Hát ez már nem fér bele. Kifagyott a játék! Ne! A Nox player fagyott ki! Ez jó. Na ilyenkor mit csináljak? Nem tudom. Megnyitom újra. Jó, jó lesz ez így, research. Jó, hirdessünk egy kicsit ezt a szart, hát ha el tudjuk adni. 20 nap, 2 millió dollár, jó? Látjátok, hogy kihúztuk egyenes... Jó, gyors, meg egy tévéreklám mehet ki. Ja, nem tudtuk eladni mindet. Az már biztos. Jó. Csináljunk egy olyan középszintűt. Seol. Nullos. Egy. Nem lesz benne saját termék. Tehát másokét. Create laptop.
Jaj, stílus tökéletes. Jó, azért ezen is legyen rajta nyilván a logó, nagyba. Jó, most $10. Nem is. Most nem számít, tehát... Jó, kihagyjuk. Felbontás. Jó. Hoppá. Még ott van. Hát ne, inkább legyen fullos. Shell MX 3. És másokét használjuk, és ezt olcsóban fogjuk adni, hogy jó legyen az árérték arány. Jó. Tím, így. Na itt vagyok. Ez maradhat is. Na tényleg, Bence, nekem mondjad el, hogy most mit csinálsz, mivel kíváncsi vagyok. Nézd rá a streamre. De nincs hozzá linkem. Beírod, hogy twitch.tv per zuborbence43, de küldök. Pillanat türelmet kérek mindenkitől. Na, Balázsnak elküldöm a stream kulcsát, vagy a streamet. Kifagyott újra a Nox Player, ja nem? Elküldtem a Twitch, a stream linket. Ó, mindjárt megnézem most. TNT screen, Full HD, 120 Hz. Ájj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 
TNT-n van, csak az ilyen halvány. Nem fogadtad Tom videócsetjét. Eddig a Gibabyte vezet. Ehhez be kell jelentkeznünk. Jó, Dell. Akkor regisztrálok. Dell-ét fogjuk használni. 8 GB RAM. XD. DDR2. 256 GB. Memória. Nem a gigabyte alja. Hát... az a baj, hogy nem a gigabyte a legjobb. Ez, ja, ez az MSI, csak le van butítva a név. Amit, hogy nem hirdetem. Nyilván. A ROX vezet eddig nálam. Overcolor vagy AVOX? A ROX nál 924. Hát de ez rosszabb, bár lehet, hogy ez lesz benne, Power Color. Kicsit rosszabb, viszont 20 dollár árkülönbség. Jó. Na, ez már egy használható laptop. Rio S lesz rajta sajnos.
Uaj, jó, mindent felhúzunk maxra. Hangtechnika. Na nézzük, mik vannak. Jó, klipt nyer eddig, $1000 itt az ár. Jó, promóter nyert, mert ő olcsóbb. Sokkal, $10. És ugyanaz a teljesítmény, tehát ő nyert. Jó, doboz. Ezt is maxra húzzuk. Nincs $1000 fölötti gyártóköltség. Ami azért jó. Olcsón fogjuk adni. Jó laptoponként, hát... ennyiért. $1249, 252-vel lesz drágább. Ja. Akkor a profit viszont árérték arányban sokkal jobb lesz. Na. Gyors, kikutassuk. Ezzel mehet egy hirdetés, hogy élünk és itt vagyunk, közöttük. 1,5 millió. 1,5 millió. Te közben nézed a streamet? Nem, mivel nem engedik meg. Ja, hogy regisztrálj. Fiók létrehozása nem sikerült. Kérjük használj másik e-mail címet a folytatáshoz. Nem mondtam, hogy regisztrálj. Igen, de nem tudok belépni, mert hogy lépjek be? Csak megnyitod a linket. De nem engedi megnyitni, mivel azt írja, hogy... Várj, megnézem, jó linket küldtem-e. Jaj, bocsánat! Rossz linket küldtem, ez a Twitch menedzserének a... Ezzel rögtön be akar léptetni a fiókomba. Rosszat küldtem. Na épp ez a bajom. Na elküldtem a jót. Jó, így már jó, király. Ez a játék? Ja nem, most hozzuk létre a laptopot. Konfigurálni lehet meg minden. Most hozta létre a csapatom a laptopot. Na, hányat gyártsunk? Laptop TYZON TELON felkiáltójel. Nem telón, hanem telón. Jó, create, és jött majd egy prezentáció is, 5 millió. Shaking presents. Egy új laptopot. Shell MX3M. Full HD, 120 Hz. 8 giga RAM. Jó videókártya, jó a minden. 1249. Miért nem inkább egy számítógépet csinálsz? Ez egy laptop. Ott a 9 csillag, hát olyan sikere lesz ennek a laptopnak, hogy azt el sem tudom mondani. Mondta, hogy árérték aránya fontos. Mi 50 misiről indultunk. Kíváncsi leszek, hogy hozza vissza. Nézem a streamet. Hozzá. Hozzá, miért le? Jó, 5 milliót ráköltünk a hirdetésre, mert miért nem?
Jó, már visszakerested az 5 milliót. És csak a hirdetés díja. Tudsz még jobban hirdetni? Na most fogok, de most nincs, nem, most nem kell. Most benyomtam egy 20 napos hirdetést. Hallod? Hm? Na, találj ki valamit, szóval. Holnap nekünk lesz 2 tesink. Uh-huh. Szerinted mi lesz rajta? 2 darab tesi, A válasz. Uh-huh. A B válasz, korcsolya. C válasz, úszás. Úszás. Hát nem. Dupla darab tesi. Korcsolya. Az úszás az már ott megbukott, hogy hatodik, hogy ja, csak ötödikbe mentek úszni. Csak ötödikbe. Tényleg. Meg hát a dupla tesi az meg, nem tudom. Brétúró! Brétúró, hogy... Akkor a stream után őt rét... Megy-e Brétúrótól a izé? Stream? GTA Roleplay, vagy mi? Akkor rédelem majd őt. Ja, hát van a Twitch-en rét funkció. Az hogy kell? Van egy gomb, beírod a csatornát és az összes nézőt átvezényli oda. Ó. Oh. Kírom neki chatről, hogy szex. De hogy be kell lépni, Istenem! Nem lépek be! Brétúró egy rohadt rendőr. Dislike, Brétúró egy szavak. Jami! Na visszakerestük a pénzt. Jönne a money, ma, bocsánat. Tényleg tudok ilyen játékbeli pénzért research pontokat venni? Figy, mindjárt nem. Akkor nem lehet vécé. Van. Nem tudunk venni. Szed. Na, ritka az olyan játék, ahol lehet játékbeli pénzért ilyen dolgokat vásárolni. Vagy nem tudunk. Akkor ilyet az új telefon, vagy tudunk új processzort, mármint egy jobb processzort csinálni. Hoppá, kihúzott a fület. Jól van, viszlát. Mi az, hogy Rocket League? Elfeketedett a stream. Tudok róla. Ó. Oh. Na jó, én ha nem baj, megyek vissza Pixelgen 3D-zni. Azaz, mert nem nézem már a streamet, ha nem baj. Most majd, hogyha látsz valami érdekes, akkor meg nézem. Kifagyott a game. Jó van, autó szép. San Francisco. A játékban nem úgy van írva, hogy San Francisco, hanem San Blotskisto. Blotskisto. Az már név. Na, ez már fogalmazás valunk. Tényleg, ha már itt vagyok a főmenübe, átállítom a logót. Settings. Na, no, settingsbe kell. Titten. Titor. Úristen, zombikat kell ölnöm! Jaj, de félelmetes játék. XD. A zombik megölnek, Bence, segíts! Jönnek a Minecraftból lopott zombik, és megölnek. Úristen!
Ja meg ott nem San Francisco, nem San Blocsisco. Tudom, hogy már most... Nem beállítani, mindegy. Kontin. A busz valami rohadt kevés élettel rendelkező gyerek volt. Jó, csináljunk egy új laptopot. Seol. Mi az legyen egy közepes szintű laptop. Itt nem is piszkálunk semmit, fehér lesz. Igen, rajta a logó azért. Mindjárt olcsó. $8. Rajta lesz a logó, mert rajta kell lennie a logónak. Mi az ilyen alap dolgokat? Rajta a logó az úgy illegális, úgy igen. És akkor el fogják szívni a havi keresetedet. Akkor a laptop a... Nem, eladják pénzért a havi keresetedet, és a pénzt elszívják. Már mondok jobban, hogyha nem rakom le a logó, akkor bemész oda az osztályba menően. Képzeljétek el, nekem sharkinges laptopom van. Hát, hogy a faszban lenne ez egy hamisítvány, hol a logó, érted? Ez csak egy kínai szar. Adjad ide a pénzt, amennyire vetted, én elszívom. Hallod? Most ebben a játékban olyan módon vagyok, hogy így a... Meg kell ölni néhány zombit, és utána jön egy boss, utána a bossot, ha megölöd, ami rohadt sok HP-ban rendelkező zombi, és azt, hogyha megölöd, akkor utána a dob fegyvert. Nem érdekel senki, hogy ez a boss egy, vagy egy farmer, vagy egy macska, vagy egy szellem, akkor is dob egy fegyvert. És azt kell felvenni. Na és így ez a legjobb logika ebből a játékban. Vagy? Csak gondoltam, rákérdezek. Igen, mert közben egy ilyen olcsó szalprocit keresek a PC-be, mert hát nem akarom, hogy túl nagy árba legyen, tudod, hogy van ez. Ja, igen, értem. Itt egy rohadt creeper a Minecraftból! Mi a franc ez? Igen, és ez a játék azért jó, mivel ez multiplayer. Igaz, hogy még mindig szar az nagyon nem jó az irányítása, de multiplayer, kit érdekel? Balázs, legyen kicsit több a számítógép, viszont jobb a processzor. Igen. Miért ne? Értő-e? Ebben a játékban most nézem, hogy van olyan fegyver, ami tollakat, vagy ceruzát lő. De a gigabyte-os nyert nálam az, amit lehet, hogy belerakok. Mi a gigabyte? 529. Ez a Sparfile is lesz.
Mondjuk az Nvidia ezzel a GPU-val elég jól járatna. 590. Hát ez olcsóbb, és igazából nem kell nagy teljesítmény egy ilyen olcsóbb laptophoz. Jó, ez lesz bennem. Bunt lesz rajta. Hol lesz az akuja? Hát... USB az mindig kell rá. Meg hát azért a normális csatlakozót is tud már beledugni, tehát jó lesz ez így. Ez tudjátok, ez a tanári laptop. Tudjátok, az az olcsó kis szar, amit megvesz minden tanár. Tehát jónak kell lenni a hangzásának, hogy a gyerekek tudják, hogy milyen a jó laptop. Várjál, szóval, hogy jónak kell lenni a hangzásának? Jó, akkor ne is rakj bele hangfalat. 200 IQ. Nálunk amúgy a suliból úgy mondja, projektornak, vagy mi a francnak, van hangfala, és akkor így onnan lehet hallani hangot. Ja, nálunk is, mikor olyan tanár jön be. Na épp ez a szóva, most mi értelme van, ha izin? Jó, ez a tamonyos lesz, mert ez olcsóbb. Valamennyivel. Igen, meg hogyha a gyerekeknek a suliba informatika órára akarsz csinálni gépet, akkor egyszerűen csak a legolcsóbb szarságokat pakolt bele. Kit érdekel, hogy milyen az eredmény, csak a legolcsóbb cuccokat pakolt bele. Ennyi. Mondod informatika órán is ez van nálunk. Ugye a legolcsóbb laptop. És az a baj, hogy ez igaz. Ja, nálunk PC van, hát egy a normál, egy kétmagos i3, tehát ez egy generációs, 4 giga RAM, meg azt hiszem fél tárhely. Ja, nálunk meg a legolcsóbb cucca Sony monitorokkal. Ja. Na ja. Hallod? Hogyha most én telefont kellene csinálni én nekem, és akkor téged kérnélek, meg én csak annyit mondanék, hogy jaj, figyelj, old meg, hogy annyira ne merüljön le hamar, és old meg, hogy fusson rajta a Messenger, meg a YouTube, kösz. Ja, ilyen kis kínai szar dobjunk. Nem azt, hanem én... Én csak ennyit használok. A Messenger meg a YouTube-ot. Meg annak a híve vagyok, hogy basszunk bele mindenbe a legerősebbet, majd basszunk bele egy jó kis árat, az jó lesz az úr. Igen, azokat a játékokat utálom, amikor így szintenként bedob egy reklámot. És van egy csomó játék, ami egy játékos, és hogyha kikapcsolod a... prezentációt nem rak, mindegy olcsó szar kínai, ami nullos XD. Jó, Bence, na folytatom, szóval azt utálom, amikor egy játékban, ami nem is több játékos, csak egy játékos, így kikapcsolod a izét, netet, hogy ne legyenek reklámok, erre meg kiírja azt, hogy hát kapcsold vissza a netedet, vagy nem játszhat. Na ezek a legjobb játékok. Na WC-zek mindjárt jövök.
Én megjöttem, már itt hagyott egy néző. Egyébként meg érdemes azon elgondolkodni, hogy neked kedve, egy cég milliókat szánt, vagy egy ember hónapokat, akár évpillanat józódott a fülek, éveket dolgozott egy játékon, amit te ingyen letölthetsz, ingyen használhatsz. Cserébe csak annyit kér, hogy egy... hogy nézd végig pár reklámot néha. Ez ha igen, nekem épp ez a bajom. Most értem, hogy jó maga a játék, de az a játék, ahol például szintenként reklámokat kell nézni, az nálam már egy szprának könyvelhetően. Jó, de akkor is ingyen szedted le. Reklámokat. Itt általában, amikor reklámok vannak, akkor legalábbis a YouTube-on, akkor így pont mással foglalkozok, például, hogyha közben Robloxozok, akkor belépek Robloxba, azt megvárom, amíg vége a reklámnak. Amúgy tökre bírom ezt a logikát, mert tudod, amikor már még évben kezdődött a YouTube? Ez 2008. Jó, 2008 elindul a YouTube, nincsenek reklámok. Most, utána néhány évvel rá, vannak reklámok, amiket akármikor átugorhatsz. Utána rá néhány évvel már úgy 5 másodpercet kell várnunk. 2020 a videó elindul a reklám után. Igen. 2040 a reklám nincsenek videók, csak a reklámok. Nézd reklámokat. Na igen, ezt utálom a YouTube-ba. Reklámok. Jön meg a legrosszabbak a YouTube-ba. Raid Shadow Legends. Inkább Raid Shadow Legends. Jó, nekem meg nem jött be az, hogy minél olcsóbb laptopot csinálni. Jön, nagyon olcsón adtuk, kezdetes volt a teljesítmény, és rávágták a kritikusok, hogy szar. De nem azt kell nézni, hogy mekkora a teljesítmény, hogy tudsz-e rajta chase-ni, hanem az, hogy olcsó, és mit kapsz érte. Igen? Bence, hogyha én youtuber lennék, akkor én, hogyha elérném a 1000 feliratkozót, vagy annyi feliratkozót, amennyi után már rakhatsz reklámokat, én úgy csinálnám, hogy egy videó, 3 reklám. Egy a videó elején, 2 a videó, vagy második a videó közepén, a harmadik meg a videó legvégén. Mindenki így csinálja. Mindenki így csinálja. Na jó. A bosszot meg nem tudom megölni, mivel nincs ammón. Ez jó. Mármint úgy a pisztolyba sincs, a másik fegyveremben sincs, amit alapból használ. Plusz még van a késem, de az a boss szerintem engem 2 ütésből megölszóval. Köszönöm. Jaj, ne, bejöttem egy rohadt zsák utcába. A dude, ez a legjobb. Azt hiszem a 4-es jön, de inkább megnézem. Jó, akkor nálam maradt a terv B, azaz gránátdobálás. Az jó. Jó, most mivel játszasz egyébként telefonon? Elfelejtettem X-et. Nem telefonon, emulátor. Igen. X-el Gun 3D. Csak abban meg a camping módon vagyok. Jön, a camping mód azt adom. Az annyiként, hogy camper mód. Nem, az olyan, hogy van egy történet, és akkor azt kell kivinni. És a legvégén, elvileg a legvégén kapsz fegyót. Kapsz egy fegyót. Csak a legvég az rohadt nehéz. Igen, és hogyha megcsinálsz egy mapot úgy, hogy nem halsz meg, vagy nem ütnek meg a zombik egyszer se, megölöd az összes zombit, vagy nem tudom mi, és akkor így
Hogy három dolgot megcsinálsz, és akkor, hogyha azt hiszem az egy, na várj, mondom újra, szóval az egyik az, hogy nem sebződsz. Hm? És hogyha ezeket mind megvannak csinálva nálad, akkor utána kapsz pénzt a kör végén. Ja, én azt hittem bont. Nem, miért kapnál bont? Hát mert nem tudom. Mert nem sebződtél, meg semmi semmit se csinál. Hát így értve, hogy... De megölted a bosszot. Jó, most már van amúgy egy izém. Hát mi az? Nem a minigun, hanem... Tudod, ami olyan gyorsan lő, mint egy minigun. Az a fegyó. Vagy van, mondom a nevét. Hoppá, minőséget be kell megállítani. Kaptam egy heavy machine gun. Egy heavy gépfegyvert. És van benne 100 költény. És már nincs benne. Nézd, ilyen a legolcsóbb, stream nézőknek mutatom, ilyen a legolcsóbb monitor, ilyen meg a legdrágább. Azért van köztek különbség. Szinten vagyok, most a Slenderman lesz a boss. Akit meg kell ölni, ja, és ezt azért tudom, mivel ezzel a játékkal már régebben játszottam. Ezt kivittem a camping módot. Na ja, a legutolsó boss az tök jó, nagyon jól tudsz vele szenvedni. Épp ezért imádom a lucsó szintet. Mi oldig Intel nyert? Nem. 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 Hát nem. De azért a gigabyte-ot még megjegyeztem. Talán ő a le. Igen. Minden. Gigabyte vs. Alavin. Jó, gigabyte lesz. De megnézem, van erősebb. Hát azért az Inter erősebbet ad. DDR4. Na jó, ilyen Slenderman. Jó, az félter a tárhely. Úristen! MSI. White. Igaz, MSI nyert, mert ő jót gyárt. Három másodperccel ott megvett engem Slenderman. Azus. Az új nyertes. HPP az új nyertes. Azért a Power Color az jobb. $908. Jó, egy kicsit drágább, de most elnézhető. Nem Nvidia meg abszolút nem. Hát. Jó, lesz az Power Color. 3 giga, 2 kór. Ja, még van beállítani való. OS-nél. 55 watt. Két jó. A technika max. Promotét nézzük meg, jó gyártott most is. Jó, nem is promote jó lesz. Jobb azt azt kimaxoljuk. Így. Jó szín.
Jó. Kész. Áú, bak! Ember! Hallod? Három másodperc alatt megöl engem ez a ruhadék. Az jó. Az mindig is jó volt. Izzé. És az a legjobb, hogy ezt a pályát még nem tudom már megcsinálni. Na ez is jó. Nem lehetne skippelni ezt a mappet. Valahogy. Ja, hogy ez hardon van, akkor átrakjuk easy-re. És akkor így próbáljuk meg. Fú, na easy szerinted mennyivel lesz könnyebb? De kukva könnyű lesz. Most jelentek még csak majd a GTX 70-eset. Meg a RX 450. What? Ilyen szar mostani tech, ilyen a szar a mostani technológia. Ami a jó édes! What do you mean? Ja, csak annyi, hogy olyan szart adnak most így processzor meg minden szinten, hogy az siralmas. Mármint, hogy a technológia szín, most így ja, ott élünk abba a világba, hogy vannak ilyen kovaszar kártyát, hogy én nem tudom megfogalmazni milyen. Amikkel úgy elfut a Minecraft a legalacsonyabb csákon, meg a pixelek nélkül. Jó, annál biztos, hogy jobbak, de na. Maradjunk annyira, hogy szar. Nyugi, azt gondoltam, hogy... És legyen belőle 30 ezer, mert többet úgy se adunk el, és... prezentáció is jöhet, persze. 5 millió ér. Hallod? Eddig a easy módon egyszer sem nézd a prezentációt! Ki? Te, streamből. Akkor gyorsan megállítom a game. Mondom megállítna azért. Nézem. Full HD-s képernyő. Jó, kettő koros videókártya. És... rohadt jó elem, vagy akkumulátor. 1300 dollár. Ez ilyen félmilliós sár. Hát 400 ezer eddig forint. Eddig velem együtt egy ember nézi a streamet. Ez, hogy csak 6 pont. Tök jó árba adtam. És bedobott egy újabb reklámot. Tudok róla. Az olyan játékokat, amiknek benne van a nevük, hogy idd le, azokat amúgy azt nem ajánlom, mivel rohadtulak volnak általában. Igen, és unalmasak. Lényegében az egész csak nézd, egy... tele van reklámmal! Az egész csak... Ja, és ez egész csak arról szól, hogy lép be néha, sok időre, kattogtass, meg update-elj. Ennyi. Semmi kreativitás, semmi szó. A izébe. Mi? Bebuggolt a Slenderman. De most már nem kitépézett. A rohadékja tud tépézni. Így módon ez sokkal könnyebb megölt. Már is megöltem. Kaptam egy dupla soti. Tényleg Slenderman, hogyha volt egy két vagy dupla csövi soti, akkor most miért nem ölt meg engem azzal? Na ez is jó kérdés. Biztos nem tudja, hogy kell meghúzni.
megnyitni a rabaszt. Lollollollop. Figyelj, hagyom easy módon. Nem 51-es körzethez ért a karakterem a történet szerint, hanem 52-es körze. Azt nem értem most a gamebe, hogy a legjobb számítógépet, laptopot, amit csak lehetett a játékba, megcsináltam. Még külön még le is vittem az árát $200 az eredeti árhoz, 60.000 forinttal, majd rádobnak 5 csillagot a 10-ből. Nem tudnak megelégedni semmivel. Nem tudnák mit jobbat belerakni. Hogy csináljak 10 maxos laptopot? Figyelj, nem értenek a technológiákhoz, és azt hiszik, hogy ez annyira nem is jó. Az ottani technológiához képest. Valahogy megyek előre, és így a zombik, amik elém jönnek, már meghal. Úristen! Jó, nem, visszavonom. Az űrlények azok túl oké. Okay. Akkor batteri. Egyszer. Azzal van a baj, hogy már nincs pénzünk. Hát miért nem emelted meg a zárát? Akkor még szarabb lett volna az értékelés. Eladod ennyi erővel $1 már 10 per 10. Mert $1 kapsz egy gépet, ami elég jó. Nem! Csak ezzel azzal van a baj, tehát hogy akkor már nem érné meg, mert $1000 volt a gyártási költség. Igen, de rohadt jó értékeléseket kapnál. Aztán csődbe mennék. Végül is, ja. De jár volt mindenkinek egy jó laptopja XD. A macskám ráment az Alienre, és meghalt. Hogy érted? Hogy így vannak a játékban petek, és a peteid azok meg támadnak. Á. És akkor így most a petem, vagy a macskám, mondom úgy, hogy macskám, mert úgy jobb. Uh-huh. Szerintem. Uh-huh. Szóval így a macskám ráment a nagyfejű alienre, amit az alien bossra, és erre meg meghal. Inteles lesz. Gép. Ja, megszereztem egy gyűrlényfegyvert. 2 lövés vele egy zombi. Amik ezen a pályán van. Bocs, 3 lövés. És az jó? Hát nem nagyon. Egy dupla csövű sotival ilyen közelről, ahonnan a zombik még nem ölnek meg. Ott egy lövés egy zombi. Így vágott plusz-minusz. Ja. Mondjuk ez is eléggé jó, de inkább használom ezt, mint hogy... Ja, hogy ilyen gyorsan kifogyott. A terv B az még mindig ott van, az a gépfegyver, a heavy gépfegyver. Szóval most miért ne használjuk azt? Az amúgy is jó. Jó. Az internet nézre a streamre. Az Intel most oda tett magáért, vagy most hol tart a stream? Hát a csőd végénél. Amikor ott, amikor meg nem csinálom a laptopot? Mindegy, akkor most nagy a késés. Reméljük, hogy az Intel mindjárt csődbe megy. Megnyomom a szünetet, és a karakterem alig. Minőségi szkriptelés. Fogjuk rá.
itt ki lesz a busz. Jó, ő nyert. Így. Jó, dobozzam. Úristen! A boss egy retardátú kinéző, pókot lovagló zombi. Valami vasarmorral. Jó. Hagyjuk még, ilyen gyorsan megöltem. Mondani akartam, hogy hagyjuk békén a macskámat, azt utána lőni akartam őt a lézerfegyóval. Üllényfegyóval, de inkább hagyjuk, mivel a macskám az meg se halt. Pont, hogy ő ölte meg. A boss-t? Igen, a boss tölte meg a macskám. Gondolom már csak egy HP-ja volt. Azt még jegyezzük meg, hogy easy módon vagyok. Szóval az, hogy megöli a macskám, ezt a zombit, az is lehetséges. Tudod, azt kéne, hogy te nem is segítesz a macskának. De nem csak AFK-zol. De meg tud halni a macska. Milyen könnyen? Eléggé, hard módon eléggé könnyen, mondjuk úgy. És easy-n? Hát a zombik sebzésétől függ, ami nem olyan sok. Hányat sebez egy zombi, és hány a macska HP-je? Nem tudom most. Épp ez a baj. Jó, már is megvan, hogy ez a pályán mi lesz a boss. Egy ruhadt, sétáló csirke. Vagy úgy, mint egy képkérdő. Vigyék róla meg a print screen-et, hogy hogy néz. Tényleg, te hogy csinálsz print screen-t? Ja, a billentyűzetemen van egy olyan gomb, aminek az a neve, hogy hát így felül van a... Igen, print screen. Áll, és akkor így azt már mondom, csak meg egy az már ráírva, azt írjuk PRTSCR. Igen, az a gomb megvan. Igen. Hát csak ezt megnyomod. Utána, ha el akarod küldeni valakinek, például Messengeren, bemész Messengerbe, benyomod azt a cuccot, ahol tudsz írni, majd utána Ctrl V-t beilleszted, és akkor elküldöd a képet. Ennyi. Á, az jó. Ja. Megtanított valahogy, hogy kell print screenezni. És nem baj, hogyha tudtad. Nagyon biztos vagyok benne, hogy elküldöm, hogy hogy néz ki a boss. Nem igaz, hogy megsebzett valami. Így ez a kis kinéző takony sebzett. Várj, akkor elküldöm, hogy hogy néz ki nálunk a cégem be a gamebe. A cégnél egy átlagos laptop. Jó? Tényleg majd a live-ban nézd meg a nézőkkel és röhögjetek egyet. Ezen a csirkeruhás fazonon majd. Ja, és meg megnézzük Ravetitans alkotását is. Egyik adminom. Jó? Tényleg amúgy, ha már így live-ban vagyunk, hogy kérdezzem már meg, hogy mikor lesz újra Minecraft-szerűd? Hogy ez úgy már örökkeded? Nem, de csak... még csak ez YouTube sorozat, és nem akarom Twitch-en streamelni egy YouTube sorozatot. A YouTube-hozzám. Na, elküldtem, hogy néz ki nálam egy... Jó, majd mindjárt küldöm én is a... Sírkét, csak még meg kell ülnöm. Nekem még meg kell ülnöm, hát... Mi ezt küldtél? Én a laptopot fotóztam le. Rosszat küldöttél? Nem tudom. Print screeneltem a laptopot, erre elküldte ezt. Na most elküldtem a jót. No. Meg törlöm a rákba. Na, szerinted milyen fegyvert fogok kapni a csirkétől? Na nyisd meg nagyba és nézd meg, majd mondj róla egy véleményt. Jó. Na várjál, itt a csirke! Na macskám támadja! Ne már! Jó, ő meg macskám. Print screen. Na mi a véleményed róla? Nem tudom.
úgy néz ki, mint valami tablet. Na, elküldtem a csirkét. Tudom, hát nem tudok vele mit kezdeni. A stream végén mi nézzük meg azt a csirkét. Csirke! Retardált csirke, nevezzük. Retard, csirke! Még nem küldtem el. Csirke! Retard, 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 csirke! Retard csirke, tök jól néz ki a retard csirke, retard csirke, retard csirke, jaj, jaj, azt nem látja. Simán megölöm közelről. Ennyi, úristen, mennyi lehetett. Nincs nyomva, hello. Üdvözlök mindenkit, na ezzel nincs benyomva most. Megnézted a retard csirkét. Na, mutatom most a nézőknek. Hát, tök jó. Na, tehát, várjatok. Hadd nem az itt a csirke, itt a csirke. Hello? Igen, csak várjatok, leveszem a szűrőket róluk. Hello? Hát türelem. Na, hello? Sziasztok! Na, köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt velem erre a csodálatos streamre. Egunta! Várjátok! A saját streamjére azt már tudja, visszadugom. Hogy csodálatos. Egunta! Hello! Sziasztok! Szuboljatok, mert az pénzbe kell valamit, hogy ingyenes terrív, persze. Ott van a szub. Ingyen kokain a sarkú. Nem, még nincs beállítva a szub, tehát nem tudtok szubolni. Sarkó! Ingyen! Na! Egyétek meg! De ingyen van! Nyomok be egy olcsó softboxot, amit lámpának hívnak. Várjátok ezt így. Szubolyá! És most vége lett a streamnek így, hogy mondtad, hogy szubolyá! Nem, még nincs vége. Hello. Hello, elszívtam egy csirkét. A retard csirkét! Sziasztok! Csá! Szia! Adjál obuxot! Nem, adjál bobuxot! Bikener, Bikener, vagy Bikener! Adjál a rubuxot! Na, tehát köszönöm szépen, itt voltatok! Jöhet az outro! Na, sziasztok! Na, milyen volt a stream? Milyen volt a game? Riddel meg B-turbót, Riddel meg Riddel! Ja, várj, de az outro végén! Vagy most rédelje? Riddel meg B-turó! Jó, berédelem! Most nézed a streamet? Várjál, megállítom a játékot és nézem! Most nézd a streamet! Aha. És dobj egy likot, köszönj meg! Várj! De ő nem is streamel most! Vége a streamének, basszus! Várj, akkor keressek most valakit, aki mondjuk Mikit szeretek, mondjuk Suri. Nekem is őt írta. Start raid. Várjál, most nyomok rá, hogy igen, nyomja ki a raidet. Pillanat. Most fogja mindjárt engedélyezni. Raid nov. Nézed a streamet? Aha. Akkor nézd, most hirtelen elkezdtem újra tőle, hogy... Na, így kell rédelni. És most írta neki, hogy berédelted őt? Nem tudom, szerintem neki nem írtak ki, de berédeltük. De amúgy akkor írja valakinek, hogyha azt berédelted? Nem tudom, de nyomom a zenét, tehát Balázs, most te némítsd le magad, pölösök, köszönöm. De azt hiszem, igen. Én amúgy itt se akartam lenni, csak te mondtad, hogy jöjjek ide szóval. Hát akkor ez egy foil.
nem baj. Kifogyom mindjárt a videóből, tehát várj, hadd mondjak valamit. Iratkozzatok fel Végtelen Emeráldért! Idején! A YouTube-on is! Jön a money! Na! Viszlát! Jöjjenek az ajánlók, mert most már tényleg kicsit az időbre. Na várjál! Amúgy a kamerának bent van, hogy szóval. Én amúgy itt se akartam lenni, csak te mondtad, hogy jöjjek ide szóval. Jöjjenek az ajánlók, mert most már tényleg kicsit az időből. Na várjál! Amúgy a kamerának bent van.